Halleluja! Mielőtt elkezdeném az Isten igének a hirdetését, egy reklámot is hallgassatok meg, kérlek. Köszönjük kedves vendégeinket, látom Budapestről, vagy más városból is jöttetek, Temesváron látom meg. De ha én nem is látlak, az Úr tudja, honnan jöttél, ott áldjon meg, ahol vagy, de nagyon. Egy könyvet szeretnék a figyelmetekbe ajánlani. Szerintem jövőre ez nagyon jó könyv lesz mindenkinek. Értékes vagy. Szavak, melyek megváltoztatják az életünket. Joel Osteen a különleges eszköze az Úrnak, ezen a területen talán a legjobb. Úgyhogy ajánlom a figyelmetekben, és mielőtt tovább mennénk, szeretném elmondani nektek, hogyha az összetett második felébe szeretnénk az Úrnak a vacsorájához is közeledni, mert egy nagy lehetőség arra, hogy közösségünk legyen Jézus Krisztus vérével, és közösségünk legyen a testével. Az Úr vacsorának az az izgalmas, különleges jelentősége, hogy az Új Szövetségben talán az egyedüli dolog, amit Isten fizikai tárgyat meghagyott nekünk, hogy imádkozzunk érte, és utána vegyük magunkhoz azzal a hittel, hogy ahogy a bort veszed, Jézusnak a vérével vagy közösségbe, és megmos, megfűrözt, megtisztít, és megváltoztat. Ahogy a kenyeret eszed, és azzal pedig a közösséged megújul a testvérekkel, házastársaddal, a vízszintes kapcsolatot. Fantasztikus lehetőség van az Úr vacsorában. És még megsugok nektek valamit, ma azért fogunk imádkozni, hogy nem csak hogy megerősödjön a közösségünk, mert hogy Jézusnak a vérével közösségünk van, hát akkor meg tudjátok, mi következik ebből? Meggyógyul a beteg? Hát a Jézus Krisztus természet felette erejét közvetíti, és azért fogunk ma imádkozni, hogyha valaki ma beteg itt közöttünk, meggyógyuljon az Úr vacsorai közösség kapcsán. Mert hát hogy gyógyultak meg az emberek a Jézus korában? Közösségbe kerültek Jézussal. Az asszony is addig lavírozott, míg valahogy tudott bejutni Jézus jelenlétébe. Bejutott, meggyógyult. És senki nem volt, még egyszer mondom, senki nem volt, hogy Jézushoz jött volna, és elbocsátotta volna, ne gyógyítsa meg. Aki egyszer az Urat megérintette, az meggyógyult. És az Úr vacsorán keresztül mi is megérinthetjük őt, és hiszem, hogy ma is itt van közöttünk, és szeretnék egy igét megosztani veletek. Egy számomra nagyon fontos ige, nem lehet, hogy nem olyan bombasztikus, amilyen elvártatok, ilyen sikerült, de hiszem, hogy az Úrnak az igéje az mindenképpen egy csodálatos dolog. A hűségről szeretnék ma nektek elmondani egy pár igét, ugyanis a meggyőződésem az, hogy az áldásoknak, a sikeres keresztény életnek az egy rendkívül fontos titka a hűség. Nagyon sok ígét találunk a Bibliában a hűségről. Nagyon sokan szeretnének több áldást, nagyobb áldást, és az Isten is akar nekünk adni áldást. De az áldásnak a szellemi feltételei között van egy olyan követelménye is, egy olyan feltétele is, hogy amit úgy hívnak, hogy hűség. Na, vágjunk bele akkor az Istennek az igébe. Először is szeretném elmondani, hogy az az Isten, akit szolgálunk, ő hűséges. Mondjad a szomszédon, hogy a te Istened, ő egy hűséges Isten. Ez azért fontos, mert nagyon sok nehéz perceken mentünk át az elmúlt évben is. Nem tudjuk, mit hoz a jövő. Nem valószínű, hogy megússzuk a jövőt sem. Nehéz percek nélkül. De egy dologban biztos lehet, hogy Isten hűséges hozzád. Amen. Isten hűséges hozzád. És szeretném ezt egy ígével is megerősíteni. A 146. Zsoltárban van megírva. Aki teremtett az eget és földet, a tengert és mindent, ami bennük van, aki megtartja hűségét örökké. Mondjuk közösen még egyszer, megtartja hűségét örökké. Az, hogy nem értünk mindent, az, hogy vagy nagyon sok mindent nem értünk az életben, az egy dolog, de Isten hűségét ne kérdőjelezd meg. Ő akkor is hűséges hozzád,
ha legmélyebb völgybe vagy az életedben. Mert Isten természeténében benne van az, hogy ő hűséges. És azt mondja, hogy ő nem vonja meg az ő hűségét örökké. Most is hűséges hozzánk, amikor majd szemtől szembe kell legyünk vele, akkor is hűséges tesz hozzád, és még a mennybe is hűséges hozzád. Dicsőség az Úrnak. De már most az elején egyre tisztázzuk, hogy mit jelent a hűség, hogy azért a prédikáció alatt úgy nagyjából próbáljuk meg ugyanarra gondolni, mert könnyen előfordulhat, hogy én egy dologra gondolok, és tényleg másra. A hűség, higgyétek el, mint más, sok más kifejezés, eléggé nehezen határolható kifejezés. Az minden ember szinte mást ért alatta, mint ahogy a szeretetről is, a hűségről is. Egészen más véleménye van bizonyos embereknek, bizonyára ti is olvastatok olyan, egy-egy fénykép alatt a kutyák, hogy mondják, hogy hűségesebb, mint az ember. Biztos olvastatok ilyent. És ez azért van, mert a hűség fogalma más-más jelent. És szeretném elmondani, hogy én nem olyan hűségre szeretnélek ösztönözni, amin a kutyát hozzá tud lenni, vagy pedig tudom, hogy a kutyák hűségesek alapjáraton, és én is nagy állatbarát vagyok, de szeretném megmutatni Istennek a hűségét, és azt a hűséget, amiről a Biblia beszél, az egy teljesen más szintű, sőt azt mondom neked, hogy természetfeletti hűség. A görögben 3-4 kifejezést is megnéztem, körülbelül így lehetne visszaadni, hogy megbízható, hiteles, biztosítékot jelent az ilyen ember, olyan, mint akinek a szerződéshez hűsége van. Tehát valami ilyennel lehet körbeírni. Ez azért is fontos, mert az utolsó időkről így mondja Pál apostol, 2 Timóteus 3:1-t olvasom. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó időkben, napokban nehéz idők állnak be. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgok, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfúvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét, és ezeket kerüld. Nem találtatok meg, hogy hol van megírva? 2 Timóteus 3:1, bekezdtem. Azért olvastam ezt az igét fel, két nagy megdöbbenés van számomra ebben a felolvasott igében. Egy, hogy az utolsó időben az árulás népszerű lesz. A hűség nem egy divatos dolog ma. Aki hűséges ember, azt egy kicsit ilyen régi módinak tartják, lemaradinak, jaj, te még itt tartasz. Na, már van modern élet. De szeretnék maradni Isten természetű emberré. És a másik dolog, ami megdöbbent engem, hogy, és látjátok, hogy ma a mennyire igaz ez az ég, hogy az árulás egy mindennapos dolog. A román parlamentben nem tudom, hogy hány parlamenti képviselő van, aki 90 óta nem váltott volna pártot. De lehet, hogy az egyik kezemben megszámolhatom. Teljesen normális a román politikában, hogy elindul egy pártban, bejut a parlamentbe, úgy kívánja a helyzet, mondja, fiúk, köszi, ennyi elég volt, mától kezdve átjátszok egy másiknak. Ha az érdek úgy kívánja, megy egy harmadiknak. Az egész társadalom át van itatva, és ezt úgy hívják, hogy árulás. És ez még nem volna akkora nagy baj, ha csak a világban lenne. De ha észrevettétek, Pál apostol nem a világról beszél. Pál apostol az egyházról beszél, azt mondja, hogy akik a kegyességnek a látszatát megadják. Tehát olyan kívülről egész kereszténynek mutatnak. Csak egy baj van, erőt nem szeretik, az erőellenesek. És hát azért ez sok mindenre lehet rá mondani, de hogy nem keresztény megtartás, az is biztos. És még szeretnék itt mondani bevezetőbe valamit, hogy pontosan az Isten ereje téged hűségessé tenni.
Pontosan a Szent Szellem ereje tesz bennünket hűségessé, mert nem magunktól tudunk azokká válni. De bízom abban, hogy érzékelitek, hogy ez egy nagyon aktuális téma, nagyon fontos téma. Miért fontos? Megmutatom nektek. A 37. Zsoltár 3. verse a következőt mondja. Bízzál az Úrban, és jó cselekedjél. E földön lakozzál, és hűséggel élj. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja neked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Felhozott te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a deled. Szinte azt gondoljuk, hogy hát figyelj, hát pont ez, erre van szükségünk, hát ez kell, hogy az Úr hozza fel az igazamat, hozza fel az igazságomat, hogy az Úr adja meg a szívünk kérését. Hányan szeretnétek az Úr adja meg a szíved kérését? Hát képzeld, szeretnéd, hogy kényeztessen téged az Isten? Szívedben van egy kérés? Van valakinek a szívében ma kérés? Van? Tudjátok, hogy mivel kezdődik a felolvasott ige? Még előtte van valami. Élj hűséggel. Úgy kezdődik az ige, bízzál az Úrban, jót cselekedjél, és földön lakozzál, és hűséggel élj. Nem azt mondja, hogy legyél hűséges, és én ma nem arról szeretnék beszélni, hogy most legyél hűséges. Mert biztos vagyok abban, hogy minden jelenlevő az életének valamilyen területen hűséges. Hanem az ige azt mondja, hogy hűséggel élj. Tehát az élet, vitelet hűségről szóljon. Hűséges ember légy. Reggeltől estig, estétől reggelig. Az életformádat a hűség képviselje. Ez különbözik attól, hogy valaki hűséges. Például az állatok nem hűséggel élnek, hanem hűségesek. És ez abban különbözik, hogy egy időszakig, amíg olyan neki úgy jön, hűséges. De ha valami jogból, attól a gazdától elszakítják, képes egy másikhoz is hűséges lenni, egy idő után szépen átszokik. A hűséggel való élés, az azt jelenti, hogy életed végéig hűséges ember vagy. Majd megmutatom nektek, hogy a hűség életvitelszerű hűséges ember, az egy más ember. Isten nem csak egy ideig hűséges hozat, hanem meddig? Örökké! Mondjad el a szomszédodnak, Isten hozzád örökké hűséges. Ez rendkívül fontos. Nem csak amíg átéled, nem csak addig, amíg megérdemled, nem addig, amíg jó kedve van. Mert mi lenne, amikor felidegesítjük őt, Isten nem lenne hűséges. De Isten hűséges. És a Bibliában több ilyen történetet látunk, amikor Isten az ő hűségét bizonyítja. Tehát azt szeretném elmondani neked, hogy Isten áldásai csak a hűséget élők, gyakorló keresztények számára működnek. Ábránd az a keresztény életmód, hogy valaki hűtelen életmódot él, de azért az Úr ne teljesítse a kéréseit, az Úr azért hallgassa meg, az Úr az így áldjon meg, úgy áldjon meg. És sok keresztény szerintem azért jár úgy, mint egy gumidefektes autó, mikor itt, mikor ott, nem érti. Én nem mondom, hogy mindenre meg most választ adok neked, én ma azt szeretném csak elmondani neked. Hitem az, hogy a 2017-ben legyél hűség embere. És a hűség embere leszel, és a hűség embere maradsz, meg fogod tapasztalni, hogy Isten hozzád hűséges, megadja szíved kéréseit, ez nagy dolog, te felhozza a te jogosságodat és az igazságodat mind a delet, felemel téged az Isten, csodálatos dolgokat készít neked az Úr. De nem tud megáldani a hűtelen embert, értsd meg. És még az nem hűség, hogy valaki hűséges egy napig. Az egy napig. Hűséges életmód, azt mondják, amikor tudod, mikor lehet megtudni, hogy ki volt egy asszony. Ez vicc, nehogy megharagudjatok rám. Ha kétszer lekaszálták a sarjút a sírjáról, addig majd nem. Nem értitek? Tehát, hogy leért az egész életét, kiderült róla, hogy hűséges volt, eltemették, még akkor se jelentkezett senki pluszban, hogy még van egy férje vagy egy gyermeke. Voltam olyan temetésen, képzeljétek, az tő szomszédom volt. Tő szomszédom temetésen voltam. Hát ugye illik a temetésre elmenni. Elmegyek a temetésre, tudtam volna.
ki a felesége, ki a gyereke, erre megjelenik egy valaki segítség, mert ez annyira hasonlít világra rá. Aztán mondják, hogy hát mellett közben még volt neki gyereke, csak nem tudtuk mi. Na, de amúgy ő hűséges volt, csak közben-közben mégsem. Nem az a hűség, hogy egy rövid időt, az csak hű. De az ige mit mond? Mindvégig. Mondok egy viccet, mert látom, olyan komoran néztek rám. De nem fogok így csinálni, csak mondom, hogy így át. A rabbit elhívják prédikálni egy templom, egy zsinagógába, és oda, tudjátok, ott van a középen az a kicsi emelvé, ott szoktak beszélni. Felteszik, de nem szólal meg. Oda megy a segéd, hogy rabbi, mi történt? Hát nem, miért nem beszélsz? Mi történt? Otthon hagytam a protézisemet. Ha ma elfut a segéd, jön vissza, odaadja, elkezd prédikálni, vágja, egy óra, vágja még egy, két óra, vágja, három óra. Oda megy, rabbi, mi történt? Hát nagyon sok idő. A feleségem protézisét hozta el. Szóval remélem, nem járok így. Csak ezt azért mondtam, mert láttam, olyan komoran néztek rám. Mondok még egy viccet. Az öreg pap készül meghalni. Úgy van vele, hogy azért jó, ha felkészül az ember a halálra is. És halála előtti órákban odahívatja az ügyvédjét, meg a titkárát. És oda mennek, és mondják, hogy hívtál. Igen, itt. Jó, jöttetek. Várnak, nem szól semmit. Jó, de hát miért hívtál? Nem mond semmit. Végén mondja, hogy de mégis miért hívtál? Hát azt mondja, álljatok egyik a baloldalról, mások az ágynak a jobb felére. Miért? Azért úgy akarok meghalni, mint Jézus. Két lator között. Szóval, ezt csak azért mondtam, hogy értsétek egy kicsit jobban. Szóval, a sikernek ahhoz, hogy az Úr az imádra meg tudjon adni a válaszokat. Azért, hogy működjön nekünk az egész. Isten a hűséget keresi mindannyiunk szíve. Miért? A hűségnek a szintere, tudod, hol van? A szívbe van. A hűtlenség is, tudod, hol kezdődik mindig? A szívbe. Nem az a hűség, azért mondtam, amit az emberek gondolnak, hogy nem csináltam semmit, nem kaptak rajta, az nem hűség. Mert a Biblia Jézus maga mondja, hogy aki a tekintetével hűtelen, az már hűtelen. Aki a beszédével hűtelen, az már hűtelen. A szívébe, aki hűtelen, az már hűtelen. Szóval ne, azért mondom, mert éreztem, hogy németek mondták, hogy hát most nekem miért mondod? Hát mert 3 éve házas vagyok a feleségemmel, és én hűséges voltam. Na ne álljó élettől azért olyan nagyon. Először is várjuk meg a végét. A másik az, hogy a szíved állapotát nézi az Úr, és az én szívem állapotát. Ez nem abban merül ki, hogy te rajta kaptak, vagy nem kaptak rajta, hanem arra, hogy mi van a te szívedben. Mondja a zsoltárokban, hogy szilaj az ő szívük, és ezért nincs hűség bennük. A szívnek az állapota, csak ha krisztusi új szívünk van, akkor vagyunk képesek hűségesek lenni. De úgy gondolom, hogy nagyon sok hűtelenség van, mondja a Biblia, hogy a hűtelenség az utolsó időben hol fog megjelenni? Az egyházban. És azért van annyi kudarcos, sikertelen ember, keresztény, hogy úgy hisz a drága jó Istenbe, úgy kezdi, végzi, hogy az ember, mikor már hallja, bár ne szólhat volna meg, de közben az élete egy roncs. Tudod, mi az oka? Hűtelenség van. És a hűségnek több minden területén érvényes a hű. Ugyanis a Biblia azt mondja, hogy aki a kevesen hű, az a sokon is hű. Nem attól függ, hogy hol hű valaki, hogy nagyon hűséges, hát most ez a helyzet olyan volt, hogy kicsit loptunk, hát most mi van?
Elsősorban Isten iránti hűségben fontos a szívünkben, Isten iránti hűség legyen egész életünkben. Házastársaddal szemben hűség egész életedben. A munkahelyeden mindaddig, míg a szerződésed tart, és a munkaidő, az is egy szövetség. A Biblia mondja, hogy azoknak, akik szolgák, hogy hűségesek legyenek. Boldog a hű szolga. Ezért nagyon figyelmes legyél arra, hogyha munka alkalmazott vagy, ne engedd meg magadnak, hogy egy lapot elvegyél, mert ha elvetted, megsértetted a hűséget, és nem működik semmi. És igazából egy legtöbb munkavezető, akinek már több alkalmazottja van, tapasztalt annyira, hogy összimadból rám látja egy emberről, hogy hűséges vagy nem. Nem kell, hogy feltétlenül elkapjon, vagy ne kapjon el. Tudok embereket, hogy úgy oldják meg, hogy agyonkamerázzák a cégeiket. Ez már elég szomorú, mikor ezt kell csinálni. De az azért van, mert már nem bízik benne. De beszéltem olyanon is, aki azt mondja, hogy Isten megáldott nagyon jó emberrel. És tudom, úgy dolgozik, mint magának. Mi ilyen emberekkel legyünk. Akik dolgozunk, mint az Istennek, mint az Úrnak. Miért? Mert az szerint vagyunk Isten előtt értékelve. Hát megéri egy szál csavart elhozni a munkahelyről, egy csavarhúzót, vagy egy szerencsétlen drótot, vagy vasat, vagy papírt, vagy tollat, vagy hülyeséget. Megéri, hogy elveszítse az ember az Isten természeti támogatását? Nem éri meg. Mondod, hát ez egy apróság. De ide sorolható, látom, hogy valakit megsértettem, ne lopjál annyit, és akkor nincsen probléma. Ide sorolható a mobiltelefon. Ha van szolgálati mobiltelefonod, azt meg kell kérdezni, főnök, mennyit használhatom ezt a telefon? Mire és mikor? Azt mondja, hogy korlátlanul használhatod, akkor korlátlanul, úgyis tudja. Hát azt gondolod, hogy neki nem adják ki az apró kijellemzést, és azt is elmondom neked, hogy titokban nem nézi ő meg időnként. És akkor mondja, jaj, de jó, ügyes vagy, milyen keveset beszélsz, akkor nézi. Igen, beszéltél kétszer Kanadával, kétszer Egyesült Államokkal, csak 500 dollárt csináltál pluszba. És akkor, mikor leépítés van, mégis ki lesz az első? Ő. Nem azért az értékért, hanem azért, hogy van egy isteni rend, aki a kevesen hű. Ha akarod, hogy Isten sokra bízon, mindannyian szeretnénk, hogy sokra bízon az Isten, hogy sokat bízon rád az Isten. Mi a feltétele? Hogy a kevesen legyél hű. Ha szolgálati autód van, arra is érvényes. Ha szerszámok vannak, arra is érvényesek. Bármit. Bármit. Tudjátok, egyszer egy keresztény elmegy a pásztorhoz, és mondja, hogy pásztor, megtértem. Jól van. És hát igazság az, hogy elloptam egy kötelet, és hoztam a kötelet. Elhozza a kötelet, aztán három nap múlva, pásztor, az igazság az, hogy a kötél végén volt még egy marha. Szóval az ilyen megtérésektől az Isten mentsen, amikor az ember még abban is hazudik, hogy az Istenhez közelítsen. A Bibliának van egy csodálatos ígéret. Mielőtt elkeserednél, kigyógyítom őket a hűtlenségekből, azt mondja az Úr. És adja meg Isten a 2017-es évben, egészségesek legyünk, és hűek legyünk, mint halálig az Úrban. A siker legyen életforma, a hűség legyen életformád, és nem csak egy pillanatnyi, vagy rövid idő. Mert azt mondja az ég, hogy hűséggel élj. Mondjad velem együtt. Hűséggel élj. De úgy is nevezhetjük, mondhatjuk, hogy hűségben élj. Amen. És mi tudjuk, hogy az Isten hű. Most már, de viszont van egy jó hírem. Azt mondja a Biblia, hogy az isteni természet részesei lettünk az ő ígéretei által. Tehát, mivel tudjuk, hogy Isten hűséges,
Az emberbe pedig benne van a bűn miatt, vagy a szilaj az ő szívük. Ádám óta az emberben a hűség fogytán van. Tudjátok, hogy a bűn miatt az emberből a hűség fogy? Kimutatott dolog, hogy például egy olyan ember, aki hazudik, először hazudik, másodszor könnyebben fog már hazudni, mint először. Harmadszor még könnyebben fog hazudni, mint másodszor, és tizedikszer még könnyebben hazudik, mint kilencedikszer. A hűtelenség ugyanilyen. Ha egyszer hűtelen valaki, másodszor azt már könnyebben elköveti, harmadszor még könnyebben. Mert a bűn miatt van az emberből a hűség kifogy. Ezért az Istenre van szükségünk, azt mondja az ige, hogy isteni természet részesei lettünk azáltal, az Istennek az ígéretei által. Tehát akkor már csak egy dolgot kell, hogy az Isten benni hűséget át tudjuk a mi szívünkben, lelkünkbe átvenni. Azt a hűséget, ami Istenben van. Nem a magunk természetét kell kicsiszoljuk. A hűtelent az addig csiszolhatod, valaki azt mondta nekem, te, ha a darabokba vágnád, az akkor se tudna hűséges lenni. Lehet, hogy igazat mondott. Mert az, ha egy emberben nincs hűség, vagy nincs, hát akkor azért, ha egy dió üres, mondottatok üres diót? Azért, hogy megtöröd, attól nem lesz benne dió. Csak megtört, üres dió maradt. De ha az Isten beléd tölti az ő hűségét, akkor hűségben leszel. Mert senki nem magától tud. Magától az ember nem rendelkezik isteni természettel. Csak a megtérés után. Csak Istenből van ez. És mi azt mondja a Biblia, hogy isteni természet részesei lettünk. Dicsőség az Úrnak. Tehát a megváltáskor, a megtéréskor nem csupán megtértünk a bűneinkből, hanem az Istennek a természete átköltözött az életünkbe. Dicsőség az Úrnak. Egy másik íge, ami még ugyanezt megerősíti, a Galata 5.22-ben az van megírva, hogy a Szentlélek gyümölcse pedig szeretet, jóság, hűség. Hűség. Hoppá. Tehát az nem azt írja, hogy Fodor Sándor gyümölcse, mert akkor nagy bajba volnák. Hanem azt mondja, hogy a Szent Szellem gyümölcse. Hányan vettétek a Szent Szellemet? Akkor elmondom neked. Ha a Szent Szellemet már vetted, benned lakik a Szent Szellem, minden lehetőséged megvan arra, hogy te a hűség embereként éljed ezt a föld életet. Miért? Mert a Szent Szellem gyümölcse. Na de a gyümölcsnek, termésnek viszont vannak már feltételei. A fa se terem csak úgy magától. Van olyan, hogy nagyon sok gyümölcs van, és van, hogy nincs. Én ma arra annyira nem akarnak ma foglalkozni, én csak azt szerettem volna megmutatni, hogy ne magadat csiszold és erőltest, mert nem tudsz te azzá válni. Én se tudok. De ha veszed a Szent Szellemet, engeded, hogy a Szent Szellem átmossa őseidtől örökölt álhatatlan természetedet, betölt Isten természetével egy csodálatos, hűséges, lényi alakítát. Dicsőség az Úrnak. Úgy, hogy még a barátaid, rokonaid sem fognak ráismerni. Hogy megváltoztál? Hát mi lett veled? Hát betöltött a Szent Szellem. Újjászülettem, más ember lettem. Dicsőség az Úrnak. Nem a magam erejéből, nem a magam tehetségéből, hanem az Isten, aki elkezdte, befejezi az utolsó napon is. Engedd, hogy az Istennek az ereje járjon át. Engedd, hogy a Szent Szellem ezt megteremje benned, mert ő megteszi. Aki elkezdte, be fogja vezetni, be fogja fejezni. A Szent Szellem gyümölcse. A gyümölcs mindig valami folyamatnak az eredménye. De nem azzal kezdődik, hanem megöntözik, táplálják, gondozzák, néha meg is metszik, és mi lesz belőle? Gyümölcs. Ugyanígy az Isten munkálkodik bennünk, és megtermi a Szent Szellem gyümölcse, a Szentlélek bennünk ezt a csodálatos gyümölcsöt. Tehát ez az útja annak, hogy hűséges emberré váljunk, hogy engedjük, hogy az Isten bennünket alakítson, és ő ezzé tesz. Tehát, hogyha most rossz lelkiismereted van, vagy eszedbe juttattak hűtlen pillanatok az életedben, ne keseredjél el,
Ma itt van az az Úr közöttünk, aki kigyógyítja a hűtlenségedből. És végleg elfelejtheted a hűtlen állapotodat, mert az Úr hűséges arra is, hogy kigyógyítson és megváltoztasson. Dicsőség az Úrnak. Ezért folyt Jézus vére, hogy elmossa a hűtlenségünket, elmossa a bűneinket, elmossa a gyarlóságainkat, és egy új korszakot hozzon az életünkbe. De a szellemi növekedés titka is az Istenhez való hűség. Rendkívül fontos, hogy minden területen hűségesek legyünk. Amint említettem, az Isten, a család, de például az emberekhez való hűség is egy fontos. Barátokhoz is, legyél hűséges. Amit kimondtál a száddal, ahhoz legyél hűséges. Többször jártam meg az életben, volt, aki mondta, valamit mondtam, és emlékeztettem, hogy te nem emlékszel valahogy így mondod. Le van írva neked? Be tudod bizonyítani? Pekére pont meg le volt írva. Mondom, nézd meg, ezt te írtad. Nem egy kereszténynek, egy hű embernek nem az számít, hogy le van-e írva, vagy nincs, amit mondod. Ha kimondtad, akkor is tartsd meg, ha vesztesz, vagy buksz rajta. Azt tanulsz belőle. Azt nem elveszteség, azt andi. Rájössz arra, hogy máskor, mikor jó kedved van, nem szabad ígérgetni. Ez egy jó tanács. Jó kedvedben soha ne ígérjél. Rossz kedvedben ne hozzál döntést. Mert jó kedvedben az ember a fél vagyonát szétosztaná, mint neked adom, mi kell, mondjad! Aztán ültem, milyen hülyeséget ígértem. Szóval én úgy értettem, tudod, hogy én úgy értettem, és akkor kezdődik a tévedés. És az már hűtelen. Ne szoktasd a nyelvedet a hűtlenséghez. Ne szoktasd a gondolkodásodat, hanem legyél olyan, mint a borotva éles. Azt mondtad, akkor azok történik. Lehet, hogy néha az ember akkor kevesebbet fog beszélni. Lehet, hogy kevesebbet kell nézni. Mit mondott jobb? Szövetségre léptem a szemeimmel. A szem is egy rendkívül fontos terület a hűségben. Nem nézhetsz akármit, nem nézhetsz akárhogy. Kezdve a filmektől, ugye nagyon sokan kitalálják, na most mit szabad és mit nem? Nagyon egyszerű, ami a hűséget nem sérti, meg azt nézheted. De hát azt hiszem, akkor neked ki kell írják, hogy 6-5 év. Talán ott 4-5 év az, ami nem sérti az ember. Más az a helyzet, hogy sérti a hűséget. Ne én mondjam meg neked, hogy mit szabad. Te nagyon érzed. De teli vagyunk véve egy olyan hűtelen világgal, ahol mindenféle inger éri az embert. De nekem a felelősségem miért? Mert akarom, hogy az Úr teljesítse az én kívánságaimat. Teljesítse a szükségeimet, töltse be az ő jóságával. Ez az Istentől nekünk megszerzett ajándék. Lehet ilyen az életed, lehet ilyen 2017-es éved. De ennek az a feltétele, hogy jár hűségben az Úrban. De rendkívül fontos a nemzeti hűség is, azt is elmondom nektek. Ma nem akarok neveket mondani, de az a trendi, hogy a saját nemzetét az ember tagadja meg, hogy majd lesz a nagy globális falu, meg minden, ugyan hűtlenség. Neked van kötelességed a nemzeted felé is, van egy elhívásod a nemzeted felé. Nem véletlenül vagy olyan nemzeti, ami vagy. Ha románnak születtél, dicsőség az Úrnak. Ha magyar, dicsőség az Úrnak. Ha más a nemzetiséget, akkor is dicsőség az Úrnak. Ne csinálj ebből problémát. Legyél hűséges a te nemzetedhez. Szolgálj a nemzeted felé. Legyél büszke, hogy a te ehhez a nemzethez tartozol, és szolgálj és dolgozz, hogy ennek a nemzetnek jó legyen. Szolgákra van szükség, hű emberekre. A legtöbb áruló azokból az emberekből van, aki a saját nemzetét is megtagadja. Hát mi egy olyan társadalomból jövünk, körülbelül 200 ezer besúgó volt ebbe az országba Csáó idejébe. Na most a 200 ezer embernek körülbelül 1 millió gyermeke született, és most nem 200 ezer van, körülbelül 1 millió besúgó van. És Magyarországon ezt még jobban művelik, mert ott van direkt zöld szám, hogyha a szomszéd új autóval jött, és úgy gondolod, hívjad fel, és már azonnal küldik rá a financiákat, meg kell bizonyítsa, honnan van a pénze, hogy mert ő új autót venni. Magyarországon teljesen legális, sőt arra ösztönözik az embereket, hogy minél több besúgó legyen. Na nem kell tanítani a román kormányt se erre, de szeretnélek arra kérni téged, hogy te ne
engedj, ne légy az árulók csoportjába, ne légy a hűtelenek csoportjába, legyél hűséges ember. A bölcs ember a titkot megtartja. Nem kell mindent elmondja, amit gondol, se magadról, se másról, hanem legyél hűséges ember. És meg fogod látni, az Istennek olyan áldásai, olyan kapujai fognak kinyílni, amiket eddig nem is gondoltál. De ahogy a gyümölcsről beszélünk, a gyümölcs nem azt jelenti, hogy mindenki részesül benne, mert azért a kertetbe érik szépen a gyümölcs, az nem azt jelenti, hogy akárki oda bejöhet és elvegye. Annak van egy kerítése, van jogszerűsége, vannak emberek, akik részesülhetnek a te hűségedből, és vannak emberek, akiknek nem szabad a te hűségedet adni. A legtöbb naív ember azzal teszi tönkre az életét, ebben is a keresztények a primások, kapnak egy látomást, egy álmot, és aztán úgy felszállnak, hogy ha az angyalok nem húznák le, akkor elszálltak valami, de lufi. És mondják, hogy ilyen hűséges ember, ha nem igazságra épül a hűség, az baromság, az nem hűség. Nézzek, mit mond a Biblia. Látom, hogy meg vagytok döbbenve, de szándékosan akartalak. A Zsoltárok 89:5-15 verset olvasom. Igazság és jogosság a te királyi székednek alapja, kegyelem és hűség jár a te orcád előtt. Mi a feltétele a hűségnek? Igazság és jogosság. Mondjuk hangosan, igazság és jogosság. Az igazság az nem azt jelenti, hogy mikor van neked igazad, nehogy félreértsed. Ez hülyeség. Amikor neked igazad van, akkor egy tényben lehet, hogy igazad van. Amikor igazságod van, akkor azt mondja, hogy te vagy igaz. Ez egy nagy különbség. És a Biblia nem igazadról szól, hanem igazságról szól. Tehát az igazságnak Isten igére, tehát a hűség Isten igére kell alapozni. Például vannak emberek, például akik megtörik a szövetséget. Például ha nem korrekt hozzád mondjuk a munkaadód. Nem kell 100 évig nála dolgoz, morogva jössz haza, ma se fizetett ki a főnök, ma se, ember. Isten adta lehetőséget, szépen mondod, kedves, tisztelt főnök, én magához többet dolgozni nem jövök. Isten éltessen sokáig 2017-ben nélkülem. Sok boldogságot, erőt, egészséget, bor, sört, pálinkát adjon neked az Isten, amire szükséged van. Én bánom én. És eljössz tőle. De ne zsimbelve menjél dolgozni, és onnan gyere. Úgy dolgozz, mint az Istennek. Ha nem tudsz úgy dolgozni, az Istennek mondjál fel. Felmondani a munkalehetőséget jogod van törvényesen. De megszegni egy meglévő munkahelyet nincs jogod. A házasság kérdése, ez is ilyen. Ahhoz, hogy valaki egy hűséges legyen egy házasságban, annak vannak feltételei. Azt jelenti, hogy a másik félnek is hűségesnek kell lenni. Ha az egyik fél megtöri a házasságot, akkor már jogodban van jót cselekedni, irgalmasságot, gyakorolni, vagy megtagadni. Attól függ, hogy milyen volt a házasság. Ha érdemes megmenteni, akkor irgalmasságnak kell gyakorolni. Ha meg addig is egy nagy csapás volt, akkor adj hálát a drága Istennek, megszabadultál. Akkor ezt így kell megközelíteni, nem szabad ezt így. De rendkívül fontos, hogy normális legyen, mert lehet látni, sok keresztény nem egészen normális. Látja, hogy például az Isten embereihez is hűségesnek kell lenni. Mindig, meddig? Meddig? Igazságban és jogosság uralkodik. De ha egy szellemi vezető, pásztor, vagy prédikátor úr, vagy lelkész úr, tiszteletes úr, vagy prefericsit, vagy nem tudom, hogy hívják, milyen? Plébános, igen, nem az igazságban jár, akkor ilyen emberhez nem szabad hűségesnek lenni, hanem azt kell mondani, hogy elválnak az útaink, kedves lelkész úr, plébános úr, taxis úr, mit tudom én, hogy hívják. Miért? Mert igazságnak kell, és jogosságnak, vannak jogaid, igazságnak és jognak. Nem szabad inkorrektséget a hűséggel támogatni, hát elhordozom. Tudom, hogy van még 3 pasassa mellettem, de azért én hűséges vagyok, nem hülye vagy. Szóval nem hűséges, hanem hülye. Az már nem ugyanaz. Csak az értelme más. Az már hülye.
az nem hűséges. Ott baj van. És sok keresztény azt gondolja, összetéveszte a hűséget, nem érti, hogy van igazság és jogosság. Isten is így gyakorolja az ő hűségét. Azt mondja, hogy a Isten a hűségeshez hűséges. A visszáshoz visszás. Akkor még kell jobb legyen, mint a drága jó Isten. Ámen? Akkor jó, ti is úgy gondoljátok, rendben. Néztek olyan, ó, hogy nem kellene jobb legyek, mint a drága jó Isten. Képzeld el, hogy nem kell. Elég lesz, ha olyan leszel. Nézzünk meg akkor egy szemét, mert mondtam nektek, hogy a hűség az nem csak ragaszkodás. Az nem egy szentimentális hozzáállás. Sokkal többről van szó. Itt a megtévesztő. Annyira szeretek. Egyetlen egy problémám van nekem a karácsony üdvözletekkel, meg az új évikkel. Rengeteg szentimentális dolog van benne, de nagyon kevés a hű. Engem jobban érdekel az, hogy valaki mit ír, vagy hogy beszél róla mondjuk április 1-én. Milyen levelet ír nekem december? Írjátok, mert én is írok, hát az nem arról van szó, nem írunk. Csak úgy valójában nem az a döntő, hogy most mennyire szentimentálisan ragaszkodunk egymáshoz, hanem mennyire hülyen ragaszkodunk egymáshoz. Az Isten embereihez való hűség is rendkívül fontos. Így találta ki az Isten. Lót, emlékeztek, nemrég beszéltünk róla. Lót hűséges maradt az Istenhez? Élete végéig. A Biblia úgy beszél róla, mint igaz volt. Így van? Hűséges volt Lót egész életében? Hűséges volt. De elhagyta Ábrahámot. És nagyon nagy taxát fizetett érte. Elveszítette a családját, a vagyonát, a gyermekeit, az unokáját, a fiait, de egy egészséges az Úr Jézus nevében. Tehát az Isten embereihez való hűség is nagyon nagy, nagyon fontos tényező az ember életében. Miért? Mert mindent, amit kapott, Ábrahámon keresztül kapta. Soha ne felejtsd el azokat az embereket, akiken keresztül Isten neked üdvösséget adott. Vagy netán egy nehéz állapotodban lenyúltak hozzád és segítettek, munkát adtak. Vagy lakást adtak. Azt soha nem szabad elfelejteni. Lót egy migráns lett volna, egy szerencsétlen olyan, akit semmilyen nem lett volna. De Ábrahám felkarolta, mondja az ige, és mi lett belőle? Egy nagyon gazdag, áldott ember. Csak azt, mivel nem volt hű ember, nem volt hű az Isten emberéhez, nem vette számításba, ő azt gondol, ő csak a jogosságot vette, az igazságot nem. Mert joga volt elválni Lótnak Ábrahámtól? Igen. Nem tudunk arról, hogy szerződés lett volna közöttük. De az igazság az volt, hogy minden jót ettől az embertől kapott. És az igazságot meg figyelmen kívül hagyta. Jogod van. Mielőtt egy kapcsolatot lépnél, vagy hűtelen lennél egy kapcsolathoz, azt ne csak a jogodat nézd meg, hanem az igazságot is. Mert hogy kezdődött egy kapcsolat? Vannak bizonyos emberek az életedben, akik például, ha valakit kiment valaki, egy fuldokló embert, vagy egy tűzből kihoz valaki, egész életére az az ember másképp néz azért a megmentőjére, nem? Nem? Hát akkor kérdem, hogy aki segített, hogy üdvözüljél, arra nem kellene másképp tekintsél? Hát dehogy is nem. Egész életedben. Lehet, hogy nem értetek együtt. Lehet, hogy még ideges is leszel rá, de a hűségedben az igazságra való tekintettel gondolkozzál. Jogod van, csak nem biztos, hogy jól jársz. Igazság és jogosság. Az alapja a hűségnek. Ha ez nincs meg, vagy meg van törve az igazság, mert a másik fél hűtelen volt, például elárult,
Én elmondom nektek, én bizonyára láttátok, hogy én általában nagyon bizalmas ember vagyok, hamar adok bizalmat, kölcsönözök bizalmat azoknak, akikkel dolgozunk. De aki ezzel visszaél, általában nem könnyen szerzi vissza bizalmamat. Rájöttem arra, hogy ha nem tér meg egy ember, akkor újra és újra vissza fog esni a hűtelenségbe. A bizalmaddal bánjál mindegy értékkel. A hűség óriási érték. Fontosabb a hűség egy munkaadó szám szempontjából, mint a szakmai. Mert megtanítani egy embert, meg lehet tanítani, hogy jól reszeljen, jól fúrjon, jól dolgozzon. De hűségre nem tudsz megtanítani senkit. Ha nincs benne hűség, minél jobban megtanítod, annál nagyobb konkurenst leszed, amikor fellázod ellened. Annál nagyobb bajt csinál neked. Hű ember, kicsoda találod, Salamon nagy nő csábász volt. De azért azt mondta, hogy ő is, hogy hűségest, azt nehéz kapni. Néha olvasok a Facebookon kiborult férfiakat. Mondok még egy viccet. Két öreg asszony beszélget. És mondja, hogy az, hogy szűz fogan, ezt el tudjuk fogadni, ezt el lehet fogadni. De három bölcs férfit hol lehet találni? Nehéz. Egyszerre, ennyit, hármat. Hú. Nagyon nagy érték a hűség. Ámen. Hát csak szilveszterben mostanában, hogy botránkozatok meg. Hát még a javát nem mondtam, mert még van egy-két kemény víz, azt nem mondom el. Majd januárra is maradjon valami. Nézzük meg Sámsont. Ő egy rendkívül fájdalmas példája a hűtlenségnek, és hogy micsoda árat fizetett a hűtlensége miatt. Bírák 14:3-at olvasom. Mondta neki az ő atya és anyja, hát nincsen a te atyád fiainak, és az egész házam népének leányai között nő, hogy te elmész, hogy feleséget vegyél körülmetéleten filiszteusok közül. És mondd a Sámson az ő atyának, őt vegyed nekem, mert csak ő kedves az én szemeim előtt. Akkor a 17. verset olvasom. Az pedig 7 napon át, eljött az esküvő, stb. Az pedig 7 napon át sírdogált előtte, ameddig a lakodalom tartott. Végre a 7. napon megmondták neki, mondván, folyván zaklatta őt. Ő pedig azután megfejti a találós mesét a népe fiainak. 19. verset is olvasom. Akkor felindítá őt az úrnak a szelleme, és elment Askelonba, és megölt közülük 30 férfiút. Na, aztán ez is voltam manifestáció. És elvette a ruhájukat, és azoknak adta az öltöző ruhákat, akik a találós mesét megoldották. És felgerjedt haragjába elment az ő atyának házához. Sámson példája, élő példa arra, hogy mi nem a hűség. Azt mondja, hogy csak őt vedd nekem, mert ő kedves az én személyimnek. Az, hogy valaki kedves a szemednek, az nem azt jelenti, hogy hű vagy hozzá. A ragaszkodás még nem hűség. Az, hogy kedvelsz valakit, az még nem hűség. Sőt, mondok még valamit, a szerelem se elég a hűséghez. De ne valaki félreértsen, szerelem nélkül nem ajánlom, hogy valaki házasságot kössön. Az fontos. De nem pótolja, nem garantálja a szerelem a hűséget. Annyira szeretem. Az csak az garantálja, hogy nem látsz, nem hasz, és nem vagy normális. Ezt garantálja. De hogy hű leszel, ezt nem garantálja, meg ki fogsz józanodni. És akkor mi lesz veled? Itt Sámsonnál a kiózanodás nagyon hamar eljött, mert az esküvőjén eljött. Ez nagyon ritka, hogy valaki az esküvőjén helyre jöjjön. De nála ez felébredt. Az esküvője napján, és nagyon tanulságos. Az asszonyság, a mennyasszony mit csinált? Sírdogált. Sámson, mint egy igazi nagy férfi, számba se vette. Észrevettétek, hogy egyáltalán nem hatodott meg? 7 napot bőgjön egy nő. És ez meg se parítjázta. Ez aztán férfi volt.
Azt tudjuk, hogy a nőknél a sírás, ez könnyen megy, mert ezek, ha jókedvükön sírnak, ha rosszkedvükön sírnak, most állt ki. Igazodj el, egy nő, csak a teremtő Isten képes erre rá. Gondolom, remélem, hogy a fiú is a Szentlélek is kibogozza, de hogy azon kívül senki, az is biztos. Hogy lehet? Jó kedve van, sír. Rossz kedve van, sír. Na most bogozke, miért sír? Szerintem kell a Szent Szellem tolmácsoló ajándéka hozzá. Na de ez így volt. És azóta se sokat változott. És így bőgött ez a nő állandóan. És elkövette Sámson azt a nagy hibát, amit nagyon sok férfi elkövet. Nem törődött vele. Bőg, ez asszony. Kell zsebkendő, hozok még. És azt gondolta, hogy ezzel a hozzáállással bebizonyítja, hogy ő vagány férfi. Szóval nem vett észre valamit. Nézzétek meg, hogy a végén meg meglátom. Közben azt mondja az ige, és folyvást zaklatta őt. Szép lassan ment a cukorkája, ment. Gyűlt. Már az eskő hetedik napja már itt dobogott a szíve Sámson úrnak, és itt lüktetett az agyvele. Szikrázott. És ezért nem szabad ilyen csinálni, férfiak, egy nő bőg 15 percig, az nagyon egészséges neki. Az lemegy a feszültség. Te akkor tényleg megcsinálhatod, hogy tedd magad, hogy milyen jók a hírek, nézel az időjárást, semmi probléma nincsen. 15 perc, de ha valaki már többször sír, vagy egész napokon át látod, hogy szomorú, ne bénázz, legyél férfi, menj, szépen ültesd le, és mondd meg, drágám, szeretnék tisztelettel egy fordítói szolgálatot kérni tőled. Magyarázd meg nekem, mert én erős vagyok, de nem vagyok képes megérteni, hogy te miért sírsz. Nem értem, érted? Magyarázd el nekem. Mert ha le kell ütni valakit, én leütöm, de nem tudom, kit kell leütni. Na, és ő ezt elmulasztotta, és nagyon sok férfi elmulassza. Azt mondja, bőgjél. Csak nem vett észre, hogy közben úgy felzaklatta, hogy az esküvőjén Sámson mérgibe hazafutott. A nagy szekrény alkat, megadta magát. Egy hét után azért szeretném látni, hogy ki az a férfi, aki kibírta volna. Azon én nem csodálkozom, hogy egy hét után kiborult. Én azon csodálkozom, hogy bírta ki egy hétig. De mi történt utána? A saját esküvőjéről elszaladt. És egyező meg abban, hogyha valaki egy ilyent követ el, lehetőséget kétértelmű dolog. Gondolkoztam, hogy a felesége jogosan ment férhez, vagy nem? Nem van egyértelmű. Ha valaki az esküvőjéről nem mondja az, hogy te elmentem haza, csak bőgjem ki anyám, vállalinál magamat. Elment. És azt mondja az ige, hogy talán körülbelül egy hónap után ment vissza, tehát nem egy nap alatt ment. Szevasz. Hát ugye az közben kinézett a társaságból az apjának egy másik pasit, megcsináltak az esküvőt, tehát eltelt egy idő. Ezért, ha feszültség van közöttetek, akkor nem az a megoldás 2017-ben, hogy megyek anyámhoz, te meg menj apádhoz. Mert oda az utat tudja, de vissza már nem tudta senki, hogy mi lesz. Ez a nő, aki bőgött egy hétig, mi lett utána? Hát tűzre rakták. Megégették, csak nem is normálisan lőtték fölbe, hogy haltuna meg könnyen. Azért tűzha elég kemény. Tehát nagyon nagy árat fizetett az asszonyság is azért, hogy zsarolni próbálta a férjét. Meg is zsarolta. Sikerült is, csak nem jött. Nem nyert. Tönkretett a házasságot. Lehetett volna élete végéig boldog menyecske Sámson mellett. Az Isten kenete mellett. Élhetett volna kenetbe is. Ne használjátok az érzelmeket, mert a hűség az nem arról szól, hogy érzelmi szint, de sokkal mélyebbről van szükség. Sámson viszont, mit mondott, az a nőt vegyed el nekem, mert az kedves az én személyimnek. De egy hét után úgy volt, nekem elég.
Vigyed, ahova akarod. Mert ha nincsen csak a szem szintén hűséges, akkor hamar el is illan. A hűségnek a helyszíne hol van? A szívben. Sámson is nagyot tévedett. Az asszony is nagyot tévedett. Sámsonnak ettől a naptól, tudod, hogy mi kezdődött az életébe? Tragédia, tragédia és tragédia. A feleségének mire ott az életébe? Halál. Két nagy vesztes volt. Miért? Mert a hűség kérdését sem a felesége, sem ő nem igazán értették, és nem élték meg. Keresztényekről beszélünk most. Nem lehet játszani a hűséggel. Csak azért, mert az asszony bőg, akkor mondtam, kérjél tőle tolmácsori szolgálatot, próbálj megfejteni, kérjél segítséget, hívj fel anyósodat, hogy miért szokott bőgni, mikor kicsi volt, nem kapott kakaós kávét, vagy szuszli után, vagy milyen baja lehet neki. Próbál megfejteni. Nem megy anyósodnál, kérd meg a nagyanyádat, tapasztaltam mindő, hát, hogy kitalálja. Testvéreket, fejtsd meg, ne várd meg azt a pontot, amikor mindenki úgy érzi, hogy jobb, ha világá futunk. Legtöbb házassági problémában azt látom, hogy egyik fél egy nagy makacs. Mondjuk igaza van, na és igaza van. Sámsonnak igaza volt, és mit nyert vele? Semmit. Semmit. Nem, a makacskodás, a hűség arról szól, hogy nem hozod magad olyan helyzetbe, hogy az érzelmeidet porrá verjed. Az asszony pedig azt rontotta el, hogy az ő helyzetében nem csak, hogy sírt, hanem neki fogta idegesíteni érzése. Ha te tudod, hogy idegesíted a házastársadat valamivel, ne csináld, mert előbb-utóbb betelik a pohár, és az a baj, hogy a hűség kerül veszélybe. Rögtön gondoskodott az ördög egy másik pasasról ennek. Hihetetlen. Lehet, hogy már 20 évig nem tud féhez menni, hogy ki tudja hány évig. Akkor egy hónap alatt kétszer, uram. Ilyen az ördög, értsétek meg, nem lehet játszani a hűséggel. Ezért fontos, hogy a hűség az szent legyen. A szívedben mélyen ott legyen a hűség. És ez Istenből jön, nem magadból, Istenből jön. A Szent Szellem gyümölcseként. De az egyik legszomorúbb történet számomra a Bibliában, legalábbis, a Sámson története. Élhetett volna egy boldog, stabil, áldott, gazdag, bővölködő jó életet. Hát képzeld el, hogy nem létezett olyan kapu, ne tudja kinyitni. Ez már valami. Mi vagy kell imádkozzunk, vagy kell fűrészt használjunk, vagy lombfűrészt, valamit. De ezt csak érted, neki ment. Ott kapu volt, szétnyitotta, és minden kinyílt neki, minden. És az Isten támogatta. Az egész problémának a gyökere az, hogy egy olyan kapcsolatba ment belé, ami nem a hűségre épült, hanem a szentimentalizmusra. Testvéreim, a testvéri kapcsolatok sem épülhetnek szentimentalizmusra. De eldadogom valahogy, de ti súgjatok, és akkor ketten eldadogjuk. Érzelemre nem épülhet, hanem hűségre kell épüljön. A testvéri kapcsolat is. Van a Bibliában egy fantasztikus történet. Hogy hívták Saulnak a fiát? Jónatán. Jónatánnak a fegyverhordozója tetszik nekem a Bibliában, az egyik legfantasztikusabb ember. Jónatán azt mondja, hogy ott van az ellenség. Ha az Úr velünk, nem mindegy, hogy hány által az a szabad illat. Gyere, menjünk oda. Az Úrtól van, legyőzzük őket. Ők ketten egy hadsereggel szembe. És mondják, gyere fel. Azt mondja, gyere, mert az Úr velünk van. És akkor erre azt mondja Jónatánnak a szolgája. Uram, ha te mész, én is megyek. Ő nem hitből ment, ő hűségből ment. Ha azért milyen esélye volt, kérdem tőletek egy embernek, egy hadsereggel szembe. Emberileg nulla. De a hűség ilyen. Ha kell meghalni veled, meghalok ember. Mondja is, ha meg kell halni veled, meghalok, nem probléma. Ma a szentimentalizmus fel van dicsérve a csillagos égig, szerintem a mennyből tapossák vissza lefel az angyalok, annyi van a földön, a hűség pedig eltűnt.
A kicsi mosolygot küldjük. Kicsi csók, szív, minden repül a levegőbe. Hűségből van kevés. Annyi repülne, annyi fele, ha repülne, a hűségből is jó volna. Ne csapd be magad! Testvéri kapcsolatokban, házassági kapcsolatokban, az, hogy érzelmileg te fel vagy fütve, lehet a kájhánul te vagy sokat szalaramoztál, vagy benne szaunáztál, én nem tudom, hol forta fel az agyvized. A hűség az krisztusi természet. A hűség az Isten természete. Az olyan kemény, mint a kőszikla, és csak a halállal végződik. Azt mondja, amin halálig. Mindegy, hogy kiről van szó. Hogy a munkaadódról, hogy a testvéredről. Hát az, hogy egy hülyeségért megsértődsz. Testvér, ilyen. És már rosszat tudsz beszélni, ahol elmondom. Vagy nem érted, hogy mi az, hogy hűség? Vagy nagyon nagy baj van veled. Az, hogy felidegesített a testvér? Hát persze, hogy felidegesít. Elfoglalta a parkolódat, elfoglalta a székedet, pedig rá volt írva, ősanyád is azon ült, dédanyád is, mindenki. Na, elfoglalt, nagy baj, tényleg nagy baj. És mi van? Akkor azt mondta, figyelj, de hónap jövő, kicsi székes, kész, megvan oldva. Megoldom, akkor is megoldom. Nem engedem meg magamnak azt, hogy megharagudjak rád. Nem foglak elhagyni azért. Az lehet, hogy nézetkülönbség van közöttünk, és lehet nagy is. Az egyáltalán nem probléma, mert szerintem olyan házasság nincs, ahol nincsen vita. Ha van ilyen, mondjátok, mert érdekelne, mert kitenném én is a Facebookra. Az nem probléma, hogy nézetkülönbség van. Hát az, én azon csodálkozok, ha valahol nincsen. Hát most már 30-valahány éves házasok vagyunk, most megadom magam, rájöttem arra, hogy még jobb, ha tűrök. Sok mindenben. Sőt, mondok egy nyílt titkot. Eldöntöttem, hogy nem is kérdezek már akármit. Eddig tudtam, hogy nem szabad mondani akármit, de most már kérdezni se fogok akármit. Nem szó szám, nem felfél. De nem probléma, hogy nem értesz egyet. A hűség nem erről szól, hogy egyet értünk. Hát nehogy értünk egyet. Igen, hogy az Isten kommunista lett, csinált volna az egészet úgy egyformára, akkor lehet, hogy egyet, akkor sem biztos egyet értünk. A hűség arról szól, hogy én hűséges vagyok. Miért? Mert bennem lakik a Krisztus. És a szövetség és az igazság, a jogosság, és az igazság miatt, nekem van kötelességem felér, mert Krisztus testében, az új szövetségben mi szövetségesek vagyunk. De tudtad, hogy van szövetséged testvéreddel? Mondd el a melletted önnek, tudtad, hogy van szövetséged velem? Nem akárki vagy nekem. Nem csak lelépünk úgy. Ez egyáltalán nem garantálja azt, hogy mi egyet is értsünk. Miért kellene egyet értsünk? Nem kell mi egyet értsünk. De attól mi szövetségesek vagyunk. Attól mi hűségesek kell legyünk. Istenhez, Isten népéhez, családtagjainkhoz, nemzetünkhöz, munkahelyünkhöz. Vagy minden egyes kapcsolatunkhoz, amikor a szavunkat adtuk, vagy megegyezéshez, amiben. Hát hány üzletet lehet hallani, nem például tudok egy ilyen egy családot, gyakorlatilag csapás-csapásra érte őket. Eladott egy házat. Ez Csáó és az új korszak hajnalán volt. Megegyeztek az árba. Közben az ára, tudjátok, akkor pénzomlás volt, hogy ma megegyeztél, és egy hónap múlva már a pénznek a fele volt, vagy egy év múlva a tizedét érte. És akkor természetesen, hogy az eladó, mivel nem fizette ki, de a megegyezés megvolt, szerette volna visszacsinálni, hogy ember, hát azért nem járja, hogy én most eladok egy házat, és utána veszek belőle 2 kiló cukrot, az csak nem korrekt. És akkor neki PR-re. Vagyonokat költött. Szerintem többet költött az illető, mint a ház értéke ügyvédekre. Most zárták le, nemrég a perét. Mindent elveszített. És utána a házasságát is felörölte. Ember, van ilyen, hogy veszítünk. Meg kell tanulni felemelt fejjel vagányul veszíteni. Ha egyszer te azt mondod valakinek, ennyi, de kifizeteted egy éven belül, közben
a pénznek a tizedét se éri, akkor te vesztettél, nem volt. Ha neki, ő, az Úr szólt éjjel hozzá, hogy neked adjon több pénzt, az a dolga, de ha nem. Csak azért, mert te így gondolod, mert én így gondolom, ezt nem lehet megváltoztatni. És azt láttam meg, hogy ennek az embernek nem állt, és keresztényekről beszél, mind a kettő keresztény volt, de aki az etikai jogát akarta, mert nem volt joga, de azért erkölcsileg joga volt. Én megértem, hogy nagyot vesztett. A családomban is voltam, hogy ilyen üzlet még. Nagyot vesztett, én megértem, csak még sincs joga. Meg a szájával kimondta, hogy ennyi az ára. És nagyon sok üzlet így, szeretném, hogy Isten támogasson téged annak az a feltétele, hogy a jogosságban legyél rendkívül precíz. Akkor is, ha vesztettél. Akkor se vesztettél, tanultál. Hát más az Oxfordot tudod mennyit költ? Egy vagyont. Hát most egy 1000 eurót elvesztettél, mert valamit hülyén csináltál. Az nem busulj annyira. Írd be, lassan tanul, mint az elefánt. De az a tanulunk. Első lecke. És majd jön a második, harmadik. Egyszer csak megtanulod. Hát nem véletlenül vénül meg az ember, és őszül meg, azért mert rájött, hogy ezt is rosszul csinált, azt is. Egy baj van, hogy mire rájössz, már a pópa énekes, te fekve hallgatod. Azt mondják, a jó pap holtig tanul. Hát akkor, és mégis bután hal meg. Na, úgy mondják, nem én rólam azt, csak valakik mondják. Nagyon hamar az a nagy kedvesség haragra, indulatra és rosszaságra fordult. Tudjuk a történetet. De hadd mondjak nektek egy nagyon jó történetet. A Rut ennek története csodálatosan ennek az ellentéte és ennek az értékes. Remélem, hogy nézd meg a szomszédot, hogyha nagyon álmos, mond meg neki, hogy halkan szó, akkor integessé, hogy halkan prédikáljuk, hogy ne zavarjuk, hogy nehogy sok érje a lelkét. Rút 1, 7. vers. És kiméne arról a helyről, ahol volt, és vele a két menye, és menének az úton, hogy visszatérjenek Júda földjére. A Biblia egyik legtanulságosabb könyve a Rút könyve, és azt mondja itt az ége, hogy Naomi rájött arra, miután elveszítette a két fiát és a férjét, meghaltak, hogy igazi problémája az, hogy ő hűtelen volt a népéhez. Elhagyta az Isten népét, és ez az ő problémájának az oka. Nagyon nagy ajándék, mikor valaki erre rájön. Kicsit későn, de rájött. És ekkor hozott egy döntést. Visszamegyek. Soha ne szégyelj visszajönni. Ha elhagytad az Urat, ne szégyelj visszajönni az Úrhoz. Ha elrontottál dolgokat, ne szégyelj visszajönni. Ember, elrontottam, tévedtem, de visszajövök. És visszafele úton két elindultak, hányan? Hárman, mondjuk hangosan hárman. Naomi, Orpa és Ruth. És nézzétek meg, az Orpa mit csinál? 14. vers. Azok pedig nagy felszóval tovább sírtak, mind a nők, látjátok itt is bőgnek, ez teljesen bibliai. És Orpa megcsókolá az ön apát. Na ez bogoz ki. Bőgött, és közben csókolgatta az anyósát. Na ez bogoz ki. Ezt aztán nézd, de valahogy kibogozzuk. Rút azonban ragaszkodik hozzá. Látjátok a különbséget? A két menyecske, fiatal menyecske hozzáállása két világot képvisel. Az egyik a hűség képviselője, a másik a szentimentalizmus képviselője. Nem volt rossz indulatú Orpa, nem képmutató volt, ő ezt őszintén csinálta. Kifejezte a szeretetét, és elbúcsúzott. Azt mondja, eddig tartott, mondja, elmentek. Egy úton azt mondja, eddig jutott a ragaszkodás. Mami, hello, én leléptem. Ruth viszont, ő nem volt szentimentális annyira, nem mondja az ég, hogy csókolgatta volna, bőgni bőgött, mint minden nő, az egy dolog, de ő meg, róla meg azt mondja a Biblia, ő pedig ragaszkodott.
Nagyon nagy különbség van. Ezért ne engedd meg magadnak, ne tévezd meg magad. Nem az érzelmi kimutatás az igazi hűség. Nem elég csak az, hogy puszi-puszi, csokorlak, puszika-puszika. Ez még nem azt jelenti, hogy hűséges vagy. Sokkal több a hűség az, amikor mindenki elhagyja, te akkor is ragaszkodsz hozzá, és maradsz hűséges. Tudod meddig? Halálig. Mondjuk hangosan. A halálig. Na, ott kezd. Ez a hűség. Nem azt jelenti, hogy nem kell puszi-puszi, az is kell. Csak nem helyettesíti a puszi a hűséget. Nem helyettesíti a bőgés a hűséget. Akkor jön a következő lecke Ruthnak. Orpa elment, marad Ruth. Nézzétek meg, Ruth hűséges. Nagyon gyorsan nézzük meg a Bibliában azokat a jellemzőket, ami őt képviselte, amit ő képviselt, és úgy gondolom, hogy ez a hűség. Egy. Ruth pedig mondott, 16. vers. Ne unszulj, hogy elhagyjalak, hogy visszaforduljak tőled. Nem az a hűség, hogy senki nem ad lehetősége. Például a börtönben nincs lehetőségük vétkezni az embereknek, de ez nem jelenti, hogy szentek. A hűség nem azt jelenti, hogy nem volt lehetősége az embernek, hanem az, hogy unszolták. Maga Naomi, menj el, hagyj békémet. Azt mondja, ne unszolj. Mindig vannak emberek, akik arra unszolnak, és próbálnak rávenni, hogy legyél hűtelen. Munkatársaid, embertársaid, és egy ilyen gonosz, tisztátalan világba élünk. Készülj fel rá, hogy gúnyolni fognak, mert hűséges vagy, unszolni fognak, ösztönözni, és azok a barátnők, akik arra tanítanak, hogy figyelj, mi van vele, egy próba mit megér, próba szerencse, azok nem barátnők, azok ellenségeid. Azok a barátok, akik arra tanítanak, most mi van, egy ilyen lehetőséget ne hagyd ki, azok nem barátok, azok ellenségeid. De minden embernek meg kell tanulni, építs fel magadba az ellenállást a hűtlenségre. Mert ez mindenkinek az életéhez hozzátartozik. Mindannyian találkozunk ilyen helyzettel. Nem azért mondja a Biblia, hogy imádkozzunk, hogy kísértésbe ne essünk. Mindenki átmegy ezen. Lesz olyan unszolásod, aki mondja, hagyd el a feleséget, lesz olyan, aki azt mondja, hagyd el a gyülekezeted, lesz olyan, aki azt mondja, hagyd el az Istent, lesz olyan, aki azt mondja, hagyja az egésznek békét. Találkoztatok ilyen unszolókkal? Tele van a világ. Néha a kedves rokonaink szokták mondani. Nekem is megmondták, jobb lett volna, ott maradtál volna, dolgoznál most is ott velünk. Hogy elmentél. Ott prédikálsz, nem csinál semmit. Rosszul esett. Rosszul esett. De nem gondoltam meg magam. Mert az egész szarvára tettem a kezemet. És nem nézzünk vissza. Ragadkozz az Úrhoz. Azt mondja a Biblia, hogy aki hátra tekint, nem méltó én hozzám. Legyél hűséges ember. És ne hagyd magad azokat az emberektől tönkretenni, akik arra unszolnak. Tehát nem csak mondanak, hanem ne csináld ember, ilyen, mi lesz? Legtöbb ember eljön a gyülekezetbe, nagy boldogan elmesél a rokonoknak, voltam a hídgyűlésen. Ja, csak nem bolondultál meg. Oda reszketősök közé. Ja. Igen, mi reszketősök vagyunk, ez igaz. Ezt beismerjük. Ez azért van, mert készülünk az elragadtatásra. És ősszel, hogy látod, a madarak is szoktak gyakorolni a repülést. Ennyi az egész. Nem van bonyolult ez. Csinálunk így. Egy darabig a bűnöket rázzuk magunkról, utána meg gyakoroljuk, és egyszer csak úgy elhúzunk, kérlek szépen. És nem messze van az a nap. És akkor el kell döntsed, hogy a rokonoknak hallgatsz, vagy hűséges maradsz az Úrhoz. Amikor elkezdtük az Istennek a munkáját csinálni, Samu még emlékszik, meg egy páran, úgy fenyegettek, úgy meghalunk, így halunk. Ja Istenem, mondom, még fiatal vagyok, kár volna. Gyerekek nincsenek felnőve, kezdtem számolni. Ilyen korán árván vagy nőket. Mi lesz velem?
Egyszer eszembe jutott valami. Mint halálig. Hát akkor jó van. Hát az Isten úgyse hagyja, hogy hamarabb ajkajak, hát az ő kezében van az életem. Leteszem az életem, és nem veszem fel. Az Úr megtart, nem akkor átmegyünk a túlvilágra. Ott is hazamegyünk, és mi van, mit idegesítem magam többet. Megtart az Úr, megtart az Úr, megtart az Úr, megtart az Úr. Ha az Istenbe bízol, senki az ő kezéből nem tud kiragadni. Senki, soha. Ne azokra az emberekre hallgass, akik le akarnak beszélni téged az Isten követéséről. Ezek olyan emberek, mint Naomi, akiket a csapás utolért, elvesztették a férjüket, volt már van 6, és már 7. is elhagyta. És még ő úszol, hogy ne gyere, ne menj vissza a Betlehembe. Hát ne engedd, ne ezekre hallgass. Maradj hűséges Jézus Krisztushoz. Maradj hűséges a gyülekezethez. Maradj hűséges a családodhoz. Maradj hűséges azokhoz az emberekhez, akiket Isten a te életedben használt. És nézzétek meg utána, gyorsan összefoglalja, ezt nem fogom nagyon aprózni, mert ezt nem olyan rég elmondtam, ezt mondja. Ahova te mész, oda megyek. Tehát már szóval egyúton fogunk járni. Nagyon kényelmetlen néha az egyúton járás. Mert mi keskeny úton járunk együtt. Tudtátok, hogy a mennybe keskeny út jár, vezet, tudjátok? És mert keskeny az út, gyere kézzel felé, mutassa meg, ezen a vonalon kell menjél. De pontosan a másik lábaddal is. Egyszerre mind a két lábaddal azonnal. Így kell menjél. Így érted? Így. Úgy. Nem, én megyek rajta, várjál. Látjátok, milyen hamar összekapunk? Egy perc alatt a keskeny úton össze lehet kapni. Ki mondta, hogy leüljél? Na látod? Már megvan a vita. Ülj le, adj békét ember, ülj le, jön meg az ő. Széles út az más. Ottan egyik erre dől, a másik arra. Utána visszamennek, azt tudják, honnan indultak. Mondok egy viccet. Két rendőr megy az úton. Rendőröktől bocsánatot kérek előre, de ezt nem lehet kihagyni. Megáll az egyik, és kiszűrő a hátsó gumiját. Ki az elsőt, ki a másik, mit csinálsz? Magas a szék, kicsit lejjebb engedtem. Erre a másik veszi a kormányt, kihúzza, beteszi az ülés helyére, az ülés beteszi a kormány helyére. Ki te mit csinálsz? Én meg ilyen hülyével nem megyek, visszafordulok, megyek más irányba. Na szóval, a széles út ilyen, teli van hülyékkel. Olyan, mint az őrült biciklisták, azt sem tudják, merre van oda. De a keskeny út, egyet tudunk, az életre visz. Lehet, hogy nehezen férünk rajta, lehet, hogy vannak feszültségek, de egyet tudunk, az életre visz. Jézus Krisztushoz visz. Érdemes rajta kitartani. Még akkor is, hogyha vannak feszültségek menet közben. Amen. Mondja utána, ott szállok meg, ahol te szállsz. Ez elsősorban a feleségeknek és a féreknek szól, hogy nagyjából egy ágyban kéne aludni, jó? És ne az anyosoddal aludj egy ágyban, hanem a féreddel és a feleségeddel. Ne más aludjanak a gyermek, és akkor ilyen dumák, nehogy leessen, stb. Tegyed kicsi ágyban, ne essen, lesz kész. Menjünk tovább. A te néped az én népem. Drága barátaim, nem elég csak a házastársat elfogadni, a nyámuráját is el kell. Anyádat is, apádat is, és a fajtádat is. Ez így működik. Ruth nem azt mondta, oké, én téged követlek, téged, de a néped, jaj. Nem, a te néped az én népem. Akkor, amikor vita van, akkor nem kezdődik, apád s a fajtád. Anyád s a fajtád, mert mindig baj van abból. A te anyád az én anyám. Tudtad, hogy anyasod az olyan, mint az édesanyád? Énekelj, drága édesanyám! Anyosodra gondoljál. Akkor tényleg énekelni fogsz. Úgy orgonálsz, mint a
Farkasok télen? A te néped az én népem. Nem hagyhatod ki a néped. Jézus Krisztus is így kötött velünk szövetséget. Hiába kacagsz, Miki, úgy. Akkor is igaz. Azt mondja a Biblia, hogy nem szégyelt bennünket az ő népének nevezni. Testvéreinek. Mi vagyunk a testvérei. Téged és engem. Akkor mi se szégyelhetjük egymást. De sem mondod a másik testvérnek, hagyj már nekem, tudod milyen az? Olyan. Jézus azt mondja, tudod, mert az én testvérem. Csodálatos, hogy Jézus testvéreinek nevez bennünket, és nem szégyelt ezt. Menj bele, azt mondja, nem ismerem, nem tudom, kiről van szó. Hanem azt mondja, ezek az én testvéreim, akik hallgatják, és megcselekszik az én nagy akaratát. Fogadott testvérei vagyunk azonnal, de csodálatos dolog. Akkor mennyivel inkább el kell, néha hallom, mondják, szóval ti a gyülekezet, te vagy a gyülekezet tagjai, és akkor mondod, és ti a gyülekezet. Hát szóval nem egy rokonságban vagyunk? Ez a gyülekezet, és a rokonai, a nyámurástól a tiéd. Még azok is, akit el szoktál fordulni, át tud jön, másikra, ne játszom. Hát jövök, azon nagyon siettem, ne haragudj, persze, hogy sietek meg, kerültem egy fél órát miattad. Van ilyen. De akkor is az Úr azt mondja, ez az enyém. Nem szégyelte. Ne szégyeld Jézus Krisztus népét. Ne azok, ne, meg akkor is, ha vannak szégyenfoltok rajta. Teli van. Most olyan Pepita ruhában van az egyház. Hol volt, hol nem volt. Itt a piros, ott a piros. De Jézus Krisztus a tagja, ő a feje, és miatta mindent megteszünk. Ugyanez a zsidósággal is. Sok zsidó ember nagyon ravasz. Még mondok egy viccet akkor. Katolikus ember megy a templomba. Gyón mindenféle, és mondja, még van egy bűnöm. Mi? Becsaptam egy zsidót. Ó, azt mondja a pap, hát ez nem bűn. Hát, mi? Hát ez csoda. Lehet, hogy vannak olyan zsidó barátaink, akiket becsapni az csoda. De akkor sem felejtsd el, hogy Jézus Krisztus zsidó. Ő a legnagyobb zsidó, és miatta minden zsidó szeretünk. Ámen. Nagyon gyorsan akkor még tovább. A néped megvan, és mondja, hogy a te Istened az én Istenem, dicsőség az Úrnak. És ez köt bennünket össze, mert az Istenünk az. De még befejezésül szeretném megmutatni, hogy Ruth micsoda nagy nyereséget kaszált be, azért, mert hűséges volt. És még majdnem elfelejtsem, miért jó jegyzet. Én is itt vicceket mondok, és elfelejtem a prédikációmat. Azt mondja Ruth, hogy csak a halál választ el. Tehát a hűségnél a lényeg az, hogy csak a halál. Rád nézek, és kacagok. Hát te vagytok a hibások, azért mondok annyi viccet, mert rátok nézek, és jön be, hogy kacagjak. És akkor utána ti is kacagtok engem. És akkor megint kacagunk, és akkor dicsérjük az Urat, mert az Úr jó, és örökké van az hűsége. Mi egy ilyen gyülekezet vagyunk, sokat röhögünk, ez a helyzet. De egy olyan országba megyünk, hogy nem lesz vége az nevetésnek. Most még van más is. De azt mondja Ruth, hogy a hűségnek milyen csak a halál szab határt. Nincs más... Na aztán. Nincs más dolog, ami megállíthatja a hűséget, hanem csak a halál. De ezért mit kacagtok? Mondom, hogy a hűséget csak a halál állíthatja meg. Semmi más ok nincs. Hát nem úgy gondoltam, hogy nem így mondtam, hogy nem úgy értettem, hanem egy van, csak a halál. Ámen? Kacagjál, most már elkezdted, akkor kacagjál.
Mi az első csodálatos ajándéka? Nézzétek meg! És menjenek ketten, míg nem eljutának Betlehembe. Tudod, mi lesz a következménye, ha hűséges maradsz? Betlehembe kötsz ki. Betlehem a kenyérvárosa. A Betlehem az áldásvárosa. Betlehembe született Jézus Krisztus. Betlehembe jön rád minden áldás. Ha hűség téged Betlehembe vezet. Pedig semmilyen logikája nem volt annak, hogy Ruth hűséges legyen az anyósához. De az hűség hova vezet? Betlehembe. Mondjad a szomszédodnak. A hűség Betlehembe vezet. Dicsőség az Úrnak. Második dolog, amit látunk. Azután olvassuk. Elvevé annak okáért Boáz Ruthot és lőn neki felesége. Hogy kapott a hűsége miatt? Boázt kapott. Boázról az van megírva, hogy szorgalmas, sikeres ember. Az a neve Boáznak, hogy szorgalmas, gyors, gyorskezű. Az áldás embere volt. Tudod, hogy lehet jó házastársat kapni? Úgy, hogy az ember Betlehembe megy, és hűséges marad Istenhez. Ne a világba futkározz jó házastársért, mert nem ott fogod megkapni a te áldásodat. A te Boázod a Betlehembe találod meg. Hűséges maradsz az Úrhoz, és Isten gondoskodik a te Boázodról, a te házastársodról. És tudod, hogy milyen, mit jelent, hogy Boáz még hol volt? Boáz mit jelent többek között? Képzeljétek el, hogy mikor felépítette Salamon a templomot, az egyik oszlop elől, tudod, hogy mi volt a neve? Boáz. A baloldali oszlopnak. Óriási, ilyen oszloppá tesz téged az Isten, beépít az Isten egyházába, mint oszlopot. A hűséges emberekedből oszlopokat farag az Isten. Van egy nagy terve veled kapcsolatban, és nem más ez, mint hogy legyél oszlop az Isten egyházába. Később pedig tudjuk, hogy bekerült az Úr rokonságába, mert ekkor pedig megfogá Naomi a gyermeket, ölébe veszi, neki baba született, akit pedig úgy hívták, hogy Obed, aki Dávidnak a nagytatája volt, rokonságba került Dáviddal. Hogy? A hűség által. Hűség által rokona leszel Jézus Krisztusnak. Mert minden ember érvényes. Mert azt mondja, hogy ezek azok, akik hallgatják és megcselezik az én rád, hogy nézzek, belezavarodok még. Kell nézzem, hogy mit is olvastam. Hol tartottam? Szóval a lényeg, befejezem mindjárt, egy kis türelem. A hűség téged rokonságba hoz Istennel, Jézus Krisztussal. Nem csak része leszel a természetének, hanem része leszel a nagy családnak. Az ő családjába fogad téged. Legyél hűséges Jézus Krisztushoz. Csodálatos dolog Isten népéhez tartozni, az ő rokonságához tartozni. És záradékül még egy igét engedjetek meg, hogy olvassak fel, már annyit zártam, kezdtem, de most már valahogy csak befejezem. 2 Mózes 15-26-ot olvasom, és mondom, ha te uradnak Istenednek szavára, hűségesen hallgat, és azt cselekszed, ami kedves az ő személy előtt, és figyelmezel az ő parancsolataira, dicséret közben feljöhet nyugodtan, előtt, és figyelmezel az ő parancsolataira is, megtartod minden ő rendelését. Egyet se bocsátok rádam a betegségek közül, amelyeket Egyiptomban bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód. A te gyógyítód, a hűségeseki a gyógyulás, a hűségeseki a gyógyulás. Mondjad velem egyet, a hűségeseki a gyógyulás és az egészség. Dicsőség az Úrnak! Kérlek, álljatok fel! Dicsérjük az Urat örömmel és jókedvel!